Ahogy az egész országban, úgy Bonyhádon is már tavaly március óta tart a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet. Ez idő alatt a helyi önkormányzat, illetve a képviselőtestület jogkörét a polgármester gyakorolja, mondja Filóné Ferenc Ibolya. És hogy ez a gyakorlatban hogy működik, most már sajnos van benne rutinunk, hiszen több mint egy éve így működik az önkormányzat, de azt gondolom, hogy a körülményekre való tekintettel is, vagy éppen annak, vagy annak ellenére már kialakult egy olyan gyakorlat, ami szerintem jól követhető és informális. Ezért az esetleges kérdések, javaslatok tisztázását követően hozom meg a döntéseket immáron 14.-15. hónapja, úgyhogy ennek tényleg valóban egy jól kialakult rendje van. A városvezetője azt is elmondta, hogy a hivatalban továbbra is fennmarad a megváltoztatott ügyfélfogadási idő. És úgy is döntöttünk, hogy egészen a veszélyhelyzet fennálltáig ez az ügyfélfogadási rend marad, jelesül az, hogy kedden és csütörtökön várjuk a bonyhádi ügyfeleket 2-2 órában, és ez a rend ez egész jól kialakult. Tényleg nincs az, hogy egyik hónapban bárki jöhet, bármikor, másik hónapban senki nem jöhet. Mi ezt vezettük be tavaly márciusban, és azóta is ezt a rendet tartjuk. De emellett azt is el kell mondanom, hogy egyre inkább igénybe veszik a lakosok, és ennek nagyon örülünk, azt az elektronikus ügyintézési formát, ami egyre inkább teret hódik, jelesül az ügyfélkapun keresztül lévő kommunikációt és időpontkéréseket, illetve ügyintézéseket. Ez nagyon jól működik, és ez egyre többen veszik igénybe. Valamennyien, akik regisztráltak oltásra, legalább egy oltást már megkaptak, sőt, nagyon sok kollégám már második oltáson is túl van, így gyakorlatilag 95%-osan a dolgozóink már legalább egy oltásban részesültek. Bonyhádon összesen 3 közművelődési intézmény is működik, melyek védettségi igazolvánnyal újra látogathatóak. Mind a művelődési házunk, a Vörösmarty Mihály Művelődési Otthon, mint a Somár Imre Városi Könyvtár, illetve a Völgységi Múzeum kulturális intézményként ezen a héten, május 5-én szerdától várja újra a lakosságot. Nagyon hosszú idő után nyithatta ki a jogszabályi változásoknak következtében és annak köszönhetően. Hát talán, ha jól emlékszem, tavaly novembertől zártak be az intézmények, másodszor, hiszen előtte már volt egy időszak, amikor az első veszélyhelyzet idején tavaly tavasszal is volt egy hosszabb időszak, amikor nem fogadhatták a látogatókat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a gyorszámolás, a bő 6-7 hónap, jó bő fél év, az egy viszonylag hosszú időszak. Igyekeztünk nagyon értelmes és hasznos tevékenységgel ellátni az ott dolgozókat. Mondhatnám, hogy akár polgármesteri jogkörvel élve egyéb munkát rendeltem el nekik, de nem volt ez egy parancsszó, hiszen nagyon korrektül partnerek voltak az intézményi dolgozók abban, hogy az oltópontokon segítsenek, ott vállaltak önkéntes munkát. Egészen ezen a hét elejéig, hiszen még hétfőn és kedden is ezen a héten több száz oltás volt az oltópontunkon. Hétfőn, ha jól emlékszem, 700 embert, kedden pedig közel 600 embert oltottak be. És az adminisztrációban, az oltóponton, itt a Bonyhádi Városi Kórház és Rendelőintézet különböző oltópontjain tudtak segíteni a mi intézményi munkatársaink, úgyhogy nem unatkoztak a kollégák, és értelmes és nagyon hasznos közösségi munkával telt az elmúlt időszak. Persze ezt megelőzően az intézményeikben zárt ajtók mögött is volt feladat bőven, hiszen nem csak a látogatók fogadása a feladata egy-egy intézménynek, hanem sokszor zárt ajtók mögött is számos olyan elfoglaltság van, ami elvégzésre vár, és amit meg kell, különböző leltározások, a nagy mindent átfogó, fertőtlenítő nagy takarítások, tehát minden folyamaton szépen minden intézmény végigment, de ma már örömmel mondhatjuk, hogy mind a 3 intézmény nyitva van és várja a látogatókat. A tervek szerint az előbb említett kulturális intézmények nyári táborokkal is készülnek. Ugye a könyvtárunknak hosszú évek óta hagyományosan nagyon nagy sikerű táborai vannak a bonyhádi fiatalok, kisiskolások számára. Ha idei évben 5 hétre is terveznek ilyen találkozásokat, ha csak a legnépszerűbbet, az olvasótábort említem, akkor talán az is már 3 turnust is betöltött, olyan sok jelenkező van, úgyhogy örülünk neki, hogy idén is nagy az érdeklődés, és ezt természetesen minden járványi szabályt betartva és nagyon odafigyelve, de segíthetünk a családoknak abban, hogy míg a szülők dolgoznak, a gyerekek olyan helyen vannak a nyári szünetben, amikor nagyon jó körülmények között, biztonságban és hasznos és értelmes és szórakoztató elfoglaltsággal felügyelet alatt
tudhatják a gyermekeiket. A művelődési központban is több táborral készülnek. Egyet itt is hagy emeljek ki, a Nagyanyáink Konyhája, egy nagyon népszerű főzős tábor, erre is már nagyon sokan jelentkeztek, és természetesen a múzeum is folytatja a minden nyáron megtartott szokásos táborait. Filóné Ferenc Ibolya arra kéri a város lakosságát, hogy éljenek az oltás lehetőségével, hiszen a cél közös, visszatérni a megszokott mindennapokhoz. Ugye hallja egyszer egyrészt az ember azt, hogy szeretnénk már visszakapni mindannyian a régi életünket, ugyanakkor sokan nem tesznek ezért semmit. Ez egy olyan eset, amikor mindenki a saját felelősségével is élve tényleg egy felelősségteljes döntést tud hozni akkor, amikor úgy gondolja, hogy beoltatja magát. Sokszor hallok olyan megnyilvánulásokat, hogy ő miatt aztán ne oltakozzon senki se. Én ezeket nem igazán értem, hiszen itt nem egy személyes betegségről van esetenként szó, hanem egy olyan járványról, ami mindenkit érinthet, és egészen addig egész biztosan nem lesznek olyan körülmények a mindennapokban, amíg az az átoltottság nem éri el az ország, ami ezt lehetővé teszi. Egy-két konkrét tény adatot is hagy mondjak a városról. Azok a bonyhádi lakosok, akik regisztráltak a koronavírus elleni járványra, az oltásra, az a gyakorlatilag 90%-os arányban már legalább egy oltást megkaptak. Ez egy nagyon jó arány, hiszen ez azt jelzi, hogy oltóanyag van, aki regisztrált, semmi akadálya nincsen annak, hogy megkapja minél hamarabb a védőoltását. Viszont azoknak az aránya, akik még nem is regisztráltak, azra most, ha nem is mondok konkrét számot, elég, hogyha azt mondom, hogy van még teendőnk ezen a területen, és számos olyan bonyhádi lakos van, aki még nem döntött ebben a kérdésben. Én arra kérek mindenkit, hogyha van a saját családjában, baráti körében, ismerősi körében olyan, akiről tud, hogy még nem regisztrált, de meg tudja esetleg győzni, vagy szeretne segítséget nyújtani abban, hogy minél többen legyünk, hogy azt a szintet végre elérjük, hogy a szabad életet újraélessük, akkor kérem mindenkinek ebben a segítséget és a közreműködését. Itt az önkormányzatnál is mindent megtettünk annak érdekében, hogy sokan, akiknek fizikai akadályai voltak a regisztrációval kapcsolatban, hogy abban is segítsünk, napi szinten a kollégáim segítséget nyújtanak a regisztrációban, és ennek nagyon örülök, de még mindig van számos olyan lakosunk, aki nem élt ezzel a lehetőséggel, én mindenkit arra biztatok, hogy tegye ezt meg minél hamarabb.